szevasztok, srácok, fiúk, lányok, itt vagyunk újra. Ma milyen edzést fognak látni a nézők, Fufi? Hát gondolom, hogy csináltak egy cipelést, ahogy hallom. Igen, az volt az egyik tervem, azaz még mindig, hogy sziszünk sziklát. Zsan rég vittem. Nem viszed? Hát kettel könnyebb lenne amúgy. Hát jó, én múl látkocsiban. Jó, én megviszem akkor kézbe. Megbeszéljük. Kezdjünk bele az edzésbe! És ha van kérdés, kérdezzetek. Akár őt is. Akár. Miért van mindig fehér póló? Biztos orvosnak készül. Nosza, nézzük meg a 110 kilót. Dob fel. Nem. Ennyi. Látod, el is megy magától, ez egy illedelmes golyó, ez nem van tanítva. Tudja, hogy ennyi, ez legbogul, kész. Következő, egy perc, kimehetsz, utána bejöhet. Így a 110 után, akkor mondhatjuk azt, hogy igazából ez a bemelegítés második fázisa. Figyelj, ez nekem van ide. Hogy azért úgy biztos, ami biztos alapon, azért ezt még egyszer föllövöm. Jó. Olyan nagyon most nem fogok belemerülni a kőgolyóba, mert inkább a sziklára tartogatom most a energiát. De azért egy 200 meglátjuk, nem akarok itt előre izélni, azért egy 200 fölé azért hogy finom van, de fölmegyünk. Akkor egy kis bemelegítés, mert én bemelegítem. A kőgolyó előtt egy kis melegítés. De ez csak bemelegítés. 50 kg most egyelőre csak. Azért látjátok ti is, hogy mondjuk egy... Na azért most látjátok, hogy azért egy 100 kilós golyó emeléséhez például te mondjuk felhúzásban mennyi lenne most így szerinted a maximum, amit fel tudnál jelen állás szerint, hogy tényleg ízületeid oda térted, minden műtve volt. Hát... Mennyit csatszol? 150? 140-nél már nem mennék most olyan. De azért mert... Hát most ha nagyon mondjuk verseny lenne és most izé lenne, tudod, tényleg az első hely, vagy olimpia, és ott rúgdosnálak, meg ostorral csapkodnám a hátad. Akkor már 160. 160? Ja. De akkor még 160, de akkor már izé tényleg lehet, hogy utána az egy kórház, minimum a kórházba kerülnél, de 160, na. 160, és akkor most a másik, hogy a golyóba ugyanilyen körülmények között mennyi menne most szerinted? 110 az. 110. Hogyha tényleg izé van, ütlek, vágnak, és akkor szerintem talán körülállunk a Petivel is, és a Peti is csapkodja a fejedet, és strandpapucsal, akkor azt mondod, hogy egy 110 kilós golyó. Na, szóval csak így a... Ez azért voltak ezek a kérdések, hogy csak így arányok miatt érezzétek, hogy most aki egy rudat felhúz, vagy rudon felhúz x kilót, azért azt a kőgolyóhoz nem igazán kell összehasonlítani, mert ez teljesen más. Mehet le. 120! Mennyi? Annyi? 110. Bocs, hogy közben egy interjú volnak. Szóval kell rendesen interjú volnak, vagy interjú volnak? Interjú volnak. Fáj még semmit? Még nem. Majd fog. Na gyerünk. Ez a 120. Nézzétek meg, 120 kiló. Gyerekjáték szinte. Jó. Húzom még ebbe, vagy mész a golyóra? Kéne menni golyóra inkább. Ez a beszéd, ezt már szeretem. És akkor nekem meg jöhet egy 205 kiló. Ezek után... Nem volt súly. Nem. Simogatja a pupi, mint a sajátja lenne, úgy simogatja. Csak egy kedves.
Azért vacsorázni vidd el, vagy valami. Na, vakszoljak, vagy ne vakszoljak? Mit mondasz? Húha, szerintem vakszolj egy kicsit. Jól van. Most, hogy eléggé megtapsoltad magad előre. Yeah! Ez az, így van, nem is kell már emelni. Jó van, köszönjük szépen. Te most ugye, amit te most képviselsz, ez a visszatérési szakasz, úgyhogy nézzük. Oh! Ej, de jó, még egyszer állják ki vele, még egyszer húzd ki, azaz! Óha, miről beszélünk? Jó! Háromszor, mit szólsz? Lassan visszatérjünk. Lassan, szerintem a 110-et lassan elő lehet akkor melegíteni, majd mi? Lassacskán, mert azért ez tényleg elég könnyű. Ma még egy előre ez. Ma még hagyjuk ma még ezt. Múlikor kicsit rokoncátlankodott a lábam. Úgyhogy most pihentetjük. Így van, akkor elég ennyi egyelőre, 90 kiló. Azt még férjelzök belőle majd. Akkor Pupi kihívott egy emelésre, ő a 90 kilós golyót, én a 205-öt. Ebben van egy kis különbség, másban nincs. Na, úgyhogy akkor kész vagy? Kész vagyok. 3, 2, 1, most! Nyertél! 90 kilóval. Na most bugolj vissza, mert is még egyet. Jó van. Meg tudod csinálni? Na még egyszer. Jó. Azért hallom őbe csekksz. Vagy ez az ő? Őbe. Is. Jó. Jó. Ennyi. Na szóval, mint ígértem, a szikla következik. Hát sajnos itt nem ugyanazon a napon lett fölvéve, mint az előző kőgolyó részlet, mert itt közben jött néhány dolog, úgyhogy az edzés az nem sikerült befejezni, viszont most pótoljuk ezt a dolgot és befejezzük. Ez egy 170 kilós kis bemelegítő darab, szintén mint a golyónál ez az aperitív, ezzel kínáljuk az újonnan érkezőket, vékonyan gyantával megkenve, tapadás véget, tálcán, harapnivaló. Hát ezzel fogom melegíteni, meglátjuk, hogy megy, mert hát nagyon régen csináltam, tehát szokásos. Hú, de régen csináltam. Hát egyébként ez tényleg régen. Azt nem mondhatom, hogy rosszul megy, viszont nem szeretem, mert amikor fölveszem, akkor nagyon gyakran így befulladok, megszédülök, ugye nem kapok levegőt, nem kap a agy oxigént. Nem tudom, ez miért lehet. Bár mondjuk van egy tippem, hogy közel 200 kiló nyomja a tüdőmet, az lehet, hogy nem a legegészségesebb. Lehet köze van hozzá, nem? Igen, előfordulhat. Van köze ehhez a dologhoz? Úgyhogy megnézzük, hogy ezzel melegítünk. Aztán láttam én ott elő egy 190-eset, nem tudom, hogy... Szerintem először csak így megemelem. Mit szóltok? Először csak így ráemelek egyet. Baszka, nem is olyan nehéz, ne? Jó. Jó. Picit érzem azért, hogy így megtolja a kis bucimat, de most annyira nem is volt vészes, mert azért az utóbbi versenyeken előfordult, hogy ezzel picikét így megbódultam. Nem tudom, szerinted rámenjek a nagyra? Még szép. Nekem ennyi elég, mert... Nem, jó van. Azt hittad akadékoskodok, mi? Igen, ennyi elég, úgy megmondom. Nekem ennyi elég, mehetünk. Na, Pupi megpróbálkozik, azt mondja, hogy 100 kilós kockával. Hogy érzed, Pupi? Hát bizonytalanul, de adok magamnak egy lehetőséget. Na. És ég a tűz. Ég a tűz, nézzük, hogy ég az a tűz. 100 kiló, amúgy a kocka. Aha. Próbál mélyebbre, guggoljál vele, mélyebbre. Ne félj tőle! Ne félj tőle! Billentsd magadra! Keményen, azaz, ennyi! Ott van fönn. És elindul. Vigyed, akkor most már mutasd. Jó van. Jó, ott jó is. Csak már próbálkozol egy földről fölvétellel, vagy elég volt ennyi? Elég volt ennyi. Elég volt? Jó van. Hát figyelj, 100 kiló a 100 kiló barátok között is. Igen. Na, akkor most bemotiváltál, megyek a 190-es sziklára. Legyen a cél, mire lehet enni. Megint eszembe jutott egy sláger erről a dologról. Az a én mennék veled, de nem akarok, úgy kezdődik. Első körbe fölveszem, jó?
Igen. Jó. Jó. Kiállás sikerült. Akkor most rárakom a kockára. Mit szólt? Simán. Viszont van egy ötletem. Van egy ötletem, valamit ki akarok próbálni. Mindjárt jövünk vissza. Próbálj finoman. Finoman megpróbáljuk ide rászerkeszteni a két oldalas ragasztóval. Annyi kell csak igazából, tudom, hogy ez nem egy életbiztosítás, de annyi kell csak, hogy nagyjából ne csúszson le a tetejéről. Próbáltam. Úgyhogy meglátjuk, itt lesz első egyenes adásba, hogy... Tapad. Hát lehet, hogy ilyen izé lesz belőle. Ez itt a Jackass, aztán a kórház, vagy valami, hát minden, meglátjuk. Egy valamit kérek tőletek. Ha ez sikerül, és túlélem, akkor légy szíves a feliratkozás, a like gombot, és hogyha nagyon über jó fej akarsz lenni, akkor még Twitch-en is bekövetsz. Ennyit kérek tőletek. Ha túlélem. Nyomjuk! Hú! Gyerünk, Miki! Ez az, szép! Kettő, tíz! Ez az! Jó. Jó van. Ez benne van. A vezetésnek most csak egy kis lépcsővel megelégszünk. Nem is fogok most ilyen nagy izéket írni, vagy mondani, ilyen nagy költeményeket. Ugye kezdjük is bele! Csapó! Action! Ez az! Meg elbillett a lépcső, nem láttad? De láttam. Hallod? Megijedtem. Szakszerűen ráapplikáljuk a súlyt. Így. Ezt a csomót még a tengerészetnél tanultam. Amikor... A második világháború. Így van. Kapott egy ilyen kis nyakkendőt. 10 kilós nyakkendőt. Tíz megvan. Milyen érzés? Nagyon jó. Hát akkor a mai edzés ezennel véget ért. Köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy néztek. És még egyszer megkérek mindenkit, aki még nem tette meg, hogy iratkozzon fel, lájkolja a videót, ha úgy van. Ha élőbe szeretnétek esetleg nézni, hogy szerencsétlenkedek és játszok, kockulok mindenféle játékkal, közönséggel, nézőkkel együtt, akkor pedig Twitch-en is kövessetek be, minden egyébként len lesz a leírásba, rá tudtok kattolni, követni, nézni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kövessetek ezután is, erőt, egészséget kívánok mindenkinek, és vigyázzatok egymásra és magatokra is. Szevasztok! Flex! És sportoljatok sokat. Így van.